A vésztői felnőtt labdarúgó csapat megnyerte a 2008-2009-es megyei másodosztályú labdarúgó bajnokságot, míg az ifjúsági csapat a harmadik helyen végzett. Ebből az alkalomból 2009. június 12-én a város vezetése állófogadáson köszöntötte a sikeres sportolókat a Sinka István művelődési központban. Először Fekete Zoltán, a Békés megyei labdarúgó szövetség alelnöke szólt a csapat tagjaihoz, aki egyben Okánközség polgármestere is. A Békés megyei labdarúgó szövetség elnöksége nevében nagyon nagy tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a szép ünnepi alkalmon, ahol a megelőlegezett bizalomra mindkét csapat érdemessé vált, és örülök annak, hogy a képviselő testület így ilyen hozzáállással van a vésztői sportélethez. A gratuláció kijár, hiszen Vésztő megérdemel egy megye első osztályú csapatot. Ez a város, ez megérdemli azt, hogy ennyi sportot, labdarúgás szerető lakost kiszolgáljon, és legalább megye első osztályú szinten játékosok, vezetők biztosítsák a lakosoknak ezt a szórakozást. Az alelnök a köszöntője után ünnepélyes keretek között adta át az érmeket a labdarúgó csapat tagjainak. Először a harmadik helyezett ifjúságiak vehették át a bronzérmet, majd a felnőtt csapat tagjai kapták meg a bajnokság megnyeréséért járó aranymedált. Az érmek átadása után Kaszai János vésztő polgármestere gratulált a sportolóknak a sikeres szereplésért. Örülünk a sikernek, büszkék vagyunk rátok, ahogy említettem. Bízunk abban, hogy a megyei első osztályban is sikeresen fogtok majd szerepelni. Nagyon kevés a játékosok között az a személy és egy sportoló életében, sportpályafutása során, csapatsportákban nagyon kevésszer veheti át azt a bajnoki érmet, amit most átvettetek. Hogy milyen érzés bajnoknak lenni, a csapatkapitány így fogalmazott. Szerintem, hogyha valaki ezt átér, ezt nem kell elmondani. Tehát ennél jobb érzés nincsen. Tehát pláne így, aki már 20 éve fotballozik, és csak egyszer lett bajnok, ez óriási. A csapat tagjairól fotó is készült, hogy megörökítsék az utókor számára ezt a sikert.